Kedves gyerekek, kedves kollégáim! A 8. A osztály nevében szeretettel köszöntelek benneteket október 23-ai megemlékezésünkre. Kérem, hogy álljunk fel, és énekeljük el együtt a szöveget. Figyelemmel, hogy ebben a 20-25 percben képet kaphassatok arról, hogy mi is történt Magyarországon 1956-ban. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja nálunk az ávós fekete autón járt. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad. Csak az emlékét őrizték, azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok voltunk, magyarok leszünk. Amíg szól a dal, 56-ért, míg szívünk dobog, 56-ért. Férfiak egy részesen beszélünk. Már csak alig fogták meg, és sokan soha többé nem élnek haza. Rengeteg az özvegy, az álka. A gyárak nagy részét lebombázták, ami megmaradt, nem működik, mert nincsenek gépek, nincs nyersanyag. Felnőtt asszonyok és gyermekek dolgoznak gépek, és sokszor állatok nélkül. A helyzet kétségbejtő, de az élet él és élni akar. Nagy friss erőben élem, a mennyetőben most van csak zsendőben, mint tavaszal. Országunk
békén belül dolgoznak? Valami elindul, de a vesztes oldalon álló Magyarországnak hatalmas jóvátételt kell fizetnie. Az országban szovjet mintára a kommunista hatalom kiépítése kezdődik. A kommunista párt kerül hatalomra, és minden erejükkel azon igyekeznek, hogy 200%-ra megfeleljenek a hatalmas Szovjetunió elvárásainak. Államosítással, kollektivizálással akarják ellenőrizni a gazdálkodás minden mozzanatát. Csarnoki hatalommal ellehetetlenítik az emberek életét. Szabadság eltársa. Szabadság. Szabadság. Mit tettek az urakért? Eltársat akart mondani, ugye? Igen, igen. Mit tettek az eltársakért? Nagyon szép ez a műhely. Jól megszedte magát. Márkról megszűnik az alkalmazottainak kizsákmányolása. Ugyan kérem? Mit nem lehet ezen érteni? A 672. párhatározat értelmében a műhelyt lefoglalom. Az alkalmazottak továbbra is dolgozhat. Az elvtárs meg eldöntheti, hogy itt marad alkalmazottként, vagy fel is út, le is út. De hát elvtársak, a műhelyt nagyapámtól örököltem, ebből tartom a családomat. Amit mondtam, megmondtam. Nem vitatkozunk a törvénnyel. Ha nem engedelmeskedik jó szentával, majd enged a karhatalomnak. Megértette? Vagy inkább az elzárás választja? Megértettem, kérem. No, csak azért. Mivel műveim azt a kis földet, amit adtak? Szerszám még csak akad, de magamat nem foghatom be ezek elő. Ezért mondom, a szeret ez a megoldás. Add a földet a közösbe, aztán a termésből mindenki kiveti a részét. Hát, nem is tudom. Most adták. Én megadjam vissza. Gábor, te mit gondolsz erről? Én bizony nem adnám, de nem is adom. Segítünk mi egymásnak a szövetkezet nélkül is. Tudod jól te is. Terméssel meg mi határozunk, nem más. Miért agitálsz a szövetkezet ellen? Könnyen beszélsz, állatod, szerszámod, mindened megvan. Jobb lesz, ha te is elgondolkodsz, és önként állsz a szövetkezetbe. Azt ugyan váratják? Hát bal vagyok én! Nem, nem bolond vagy, hanem egy mocskos kulák. Van a névhatalom megmutatja, hogy adod vagy nem adod. Hogy javasolhattad ennek a kulák gyermeknek, hogy gimnáziumba menjen? Ott a jövő értelmiséget tanítjuk. De igazgató elvtárs, okos, tehetséges, szorgalmas. De kulák meg templomba is járnak, majd a fene nagy okosságával a fejünkre nő. Miért hozol engem is ilyen kellemetlen helyzetbe? Hagyjon Isten jó napot, igazgató úr, hivatni tetszett. Szabadság elvtársnő. Igen, hivattam. Nem is tudom, hogy gondolják, hogy gimnáziumba akarják iratni a fiúkat. Igazgató úr. Elvtárs! Igen, kérem, igazgató elvtárs. Ha szívével baj van, nem tud a földeken dolgozni. De jó az gyerek, azért gondoltuk, hogy tanuljon. Ma már mindenkinek lehet tanulni, nem? Ezt a szemtelenséget, mégis ezt hogy gondolják, hogy majd biztos család fiaira fog elmenni a nép vagyona? De hát a tanárnő, bocsánat, a tanár elvtársnő is azt mondta, hogy... Kovács elvtársnővel már megbeszéltük, ugye már te sem támogatod? Nem, igazgató elvtárs. Megértették? Meg, Isten áldja magukat. Szabadság! Szabadság eltársa. Nézzenek körül. Hagyjon Isten jó estét az uraknak. Mennyi idő kell még maguknak, mire megjegyzik, hogy itt nincsenek urak? Igaz, maguk uraknak képzelik magukat. De már nem sokáig.
Nem teljesítették a beszolgáltatási kötelezettségüket. Amit tudtunk, beadtuk. Na halljuk, mit találtak? A pincében 10 zsák krumpli. Padláson kiterítve búzák, van vagy 15 mázsa. Mindent beadtak? Hát mit képzelnek magukról? Eldugják a termést? De az vető van, meg ami a családnak kell. Az ország meg éhezik. Szóljanak az embereknek, hordják ki a teherautóra. De a családom élelmét? Én nem hagyom. Nem hagyja? Mit nem hagy maga? A családom élelmét? Nincs módja rá, hogy ne hagyja. Elvezetni. Tamásné, térjen már észre, lépjen be a héjezbe. Erről én egyedül nem dönthetek, majd ha az uram hazajön. Azt ugyan várhatja, a kényszermunkából nem olyan könnyű szabadulni. Ortához nagyon szófogadónak kell lennie, hogy pár év múlva talán. De a maga férje nem arról híres, hogy tudna vigyázni a szájára. Szóval belép? Nem, amíg a két kezemet fel tudom emelni, nem. Akkor majd teszünk róla, hogy ne tudja. Elvezetni. Jaj, ne! A gyerekek! A gyerekeiről mi majd gondoskodunk. Jó helyük lesz az áruházban. Jó kommunisták nevelünk belőlük. Hiába, hazád magára ismer, minden hű fiába. Élőnek súg titkot a hold, el ne hitt, hogy minden hiába volt. Feljön majd a nap, ha a csillag lehull. Édesapám, édesanyám! Tudják-e, mi történt? Idehaza semmi említeni való. Nem is itthon gondoltam. Azt tudják-e, hogy forradalom van? Forradalom? Hol van forradalom? Hol-e? Hát mindenhol, minden városban, de leginkább Pesten. Még 1848-ban. Még Herenden is volt ma felvonulás. Ott voltak a gyáriak, meg mi, az iparitanulók is. Jaj, Istenem, minek mentél te oda? Minek, minek? Hát ha egyszer mindenki ott volt, nézzék-e! A Torma Lajos bácsi kivágta a címert a zászlóból. Hogyha nem lehet Kossuth címer, idegen ne legyen a mi zászlónkban. Azt se tudja, mit csinál. Majd előveszik érte. Ezt meg égesd el. Meg ne találják nálunk. Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugor talpra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne habozz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugor talpra, aki magyar, velünk tart ma, ezért vártunk 56-ra. Hallottad, mi történt? Bemondta a rádió is, hogy forradalom volt Pesten. Elzavarták a véreskezű kommunista bérenceket. Tüntetés volt Veszprémben is. Menjünk a szoborkerthez. Veszengerő! Rákosinak kötelet! Mondjon le a kormány! Nagy Imrét a kormányba, Rákosi a Dunába! Szabad választásokat! Szabadságra szavazunk, Kossuth címert akarunk! Fegyvert akarunk! Veszen az ávó! Veszen az ávó! Aki magyar, velünk tart! Aki magyar, velünk tart ma, térdeplésből ugorj talpra. Ez lesz életünknek harca, jövőnk fényes arca. Ez a harc most tényleg végső, ne havozz, és nem lesz késő. Térdeplésből ugorj talpra, aki magyar, velünk tart ma, ezért vártunk 56-ra. Le a vörös csillaggal! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Ruszkik haza! Vissza földjeinket, házainkat! Nem kell a TSC! Majd mi műveljük a földet! Nem akarunk többet éhezni! Adják vissza a jószágainkat! Lávaras csillaggal! Kossuth címet elére! Hozzátok ki a pártitkár! Meg a tanácselnököt is! Halál népnyúzókra!
Embert nem ölhetünk, nem tapadtott védekezünkhöz, mert a bíróság elítéli őket. Itt úgy sincs már senki, régen elkotródtak. Zavarjuk el az ávós bérrendszeket. Úgy van, zavarjuk el! Tavasz után itt az őszöd veled harcol, minden ősöd az elnyomottakból. Így lesznek a hősök, élőnek súg titkot a holt. Elnek itt, hogy minden hiába volt. Barátaim, Budapesten nagy dolgok történtek. Ledöntötték a szállítszobrot. Nemire elkidott kormány. A rádiós bemondta, a forradalom győzött. Az oroszlánok is kivonultak, de a főváros állátása akadozik. Segítenünk kell, nincs legendő élelmiszer. Sőt, szóljatok az embereknek, bárki bármit nélkül az hozzá ide, a szállításról gondoskodunk. Látjátok, nálunk is érzik az emberek, hogy változtatni kell. De nem szabad hagynunk, hogy az elkeseredés erőszakban végződjön. Nemzetőrséget alapítunk, és megszervezzük az éjszakai járőrszolgálatot, hogy rendbontás ne legyen. Ki akar részt venni bennem? Én részt veszek. Én is itt vagyok. Rám is számíthatok. Én is itt vagyok. Kettesével járőrözzetek sötétetéstől reggelig. Tibor, Endre, ti kérjetek segítséget Veszprémből a rend fenntartásához. Zúgnak a harangok, s benn az éjjel a bánkoson, keringenek a kalambok. Jönnek, jönnek, jönnek a tankok, körbe zúgnak a harangok, s benn az éjjel bánkoson, keringenek a kalambok. Hírkad akkor, jaj, mit hallok, jönnek ránk sorban a tankok vége, itt vannak a ruszkik, bombáljuk minket, pusztít minden zúg. Harajlik a föld mélyéhe, belére meg, sikolt az ég, tankok jönnek, fussatok el, jó emberek! Jönnek, jönnek, jönnek a tankok, körbe zúgnak a harangok, s benn az égen bátosan keringenek a kalambok. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével. Ezrek vére folyt. Bele
Csapó menő? Igen, én vagyok. Maga most velünk jön? Hova? Legalább a családomnak hadd szóljak. Ha ránk kaptunk engedélyt, jöjjön! Márai Sándor, mennyből az angyal, részlet. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Nem érti ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most sokan kérdik, mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Ma már szólhat a dal a korvin közben lelőtt srácokért, és a kapu aljakban névtelenül harcoló bátrakért, és az ezrekért, kikre börtön várt és súlyos büntetés. Mégis szembenéztek a tankokkal, hisz létünk volt a tét. Azokat szórták ránk az átkot, közben éltették a pártot. Mi meg a jeltelen sírokra sose vihettünk virágot. Magyarok leszünk.